A változatos idő ellenére jó a fogás a leveleki horgász paradicsomban. Csütörtök óta már több mint 100 kapás volt, akkor kezdődött a 90 órás híres jaktharcsafogó verseny, az ország egyik legnagyobb ilyen eseménye. A rendelkezésre álló vízfelületen 35 csapat tud egyszerre horgászni. Ez jelenleg egy behúzós parti verseny. Nem pergetős, nem csónakos. Csónak használata engedélyezett, de partról horgásznak. Ez egy új dimenzió, amit most nyitni fogunk, és a záró etűdnél, a záró ceremóniánál közkívánatra feltesszük a kérdést, hogy a jövő évben, vagy még az őszi harcsafogónkon Magyarországon még nem volt rá példa, hogy egy szektoron belül a nap folyamán dönthetnek arról csapatok, hogy partról horgásznak, vagy csónakkal vízre szállnak, és esetleg kutyogtatnak, ami egy másik válfaja és eredményes válfaja a harcsázásnak, vagy pergetnek, vagy vertikális csalival próbálnak kapást elérni. Az eseményre eredetileg 5 külföldi csapat is érkezett volna, a járványhelyzet azonban ezt végül nem tette lehetővé. Itt csak hazai igazolt versenyzők indultak, a megyéből kevesen inkább távolabbról érkeztek versenyzők. A kifogott halakat reggel és este mérik le, végeredményt pedig vasárnap hirdetnek több kategóriában. Szoktuk a legelső megfogott harcsát, a legtöbb harcsát, aki fogja, az a csapat is gyönyörű serlegeket kap, és természetesen az abszolút súlykategóriák, 1-2-3, akik készpénznyereményt kapnak, és akkor még van a Big Fish, a 7 legjobb, legnagyobb hala, az pedig egy gyönyörű szép, olyan, mint egy porcelán, egy méteres harcsát kap ajándékba. A versenyre immár 4. alkalommal került sor leveleken, a korábbi években 60-70 kilós halakat is sikerült kifogniuk a résztvevőknek.